Emléktáborra került a Bethlen kormány kultuszminiszterek Lebesberg Kuno fehérvári otthonára a Táncsics Mihály utcában, ahol a városhoz ezer szállal kötődő nagyformátumú jogászpolitikus gyermekéveit töltötte. Pető Hunor alkotása méltó megemlékezés a Trianon utáni újrakezdés korszakának legendájáról, aki a magyar kulturális élet területén vitte véghez máig ható kezdeményezéseit. Egy régi adóssága a városnak, hiszen azért amit tett, és a fiatalságától 1877-től 1903-ig töltötte itt, itt járt a Ciszter gimnáziumba, illetve annak az elődjébe, tehát meghatározó volt részére is szerintem Székesfehérvár, úgyhogy az emléktábla igazán aktuális. Lebesberg Kuno 1885-től a ciszterci gimnázium tanulója volt. A 20. század legnagyobb hatású és legeredményesebb kultuszminiszterének emlékét a gimnáziumban kiállítás és emléktábla őrzi, és immáron egykori lakóhelyén is méltó emléktábla hirdeti nagyságát. Lebesberg Kuno, én a magyar történelem legnagyobb oktatási politikusának tartom. Egy igen nehéz időszakban vállalt el ezt a feladatot. A Trianon után is onnan kellett újra szervezni egy egész ország működését, és meglátta a lényegét, az oktatás lényegét ebben a folyamatban. Mi diákunk volt. Egy nép csak azzal szerez jogot ahhoz a földhöz, amely a hazája, ha azt halhatatlan művekkel magához kapcsolja, mondta egykorunk Lebesberg Kuno. Példája nyomán indult el az a máig ható folyamat, amely a magyar kultúrát megtartotta és felemelte.